Sziasztok, kedves emberek, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. És itt az első, ho-ho-ho, ez kurva szar poén volt, nem baj. Haladjunk is tovább. Nos, eszembe jutott egy olyan ötlet, mivel hogy amúgy sincs házam, ugye? Ezért mi lenne, ha kimennénk egyet driftelni? Azon gondolkoztam egyébként, hogy ilyenkor... Ó, de várjál, bazd meg, ebben vannak a fegyverek, nem? Ups. Hát igen. Hát igen, és valószínűleg át kéne pakolni. De mibe? Rakjuk bele az A8-asba. Azt sem tudom, hogy hogy kell már. Ez nem fog mind elférni nálam, ugye? Nem, de ez elférő van. Ebbe bepakoljuk. Nos, na, arra gondoltam, hogy elmehetnénk driftelni egyet. Annyi mindent elfelejtettem majd, hogy kell ebbe a játékba csinálni. Még régebben volt egy Mitsubishi Evom. Azért megnézzük, hogy van-e még benne valami. Jó. Egész vagyonomat elajándékoztam egy barátomnak. Az Evóval együtt mindent. Mármint nem azért most, hogy megbántam volna, vagy valami. Azt a kurva. Ja, hogy ez ennyire csúszik? Azt akartam mondani, hogy nem tudom, mennyire lehet érezni, hogy csúszik az út, vagy nem, de... Értem. Szóval, hogy így elindulni nem tudok körülbelül. Ezt nem mondod komolyan. Most kajakra nem tudok itt felmenni? Atya, úr, Isten. Jól van. Akkor azt hiszem, nem ezzel az autóval megyünk. Jézus már, ez nem tudom. Most vagy ennyire elszoktam a vezetéstől, CMT-ából, Jézus Mária, vagy kajakra ennyire csúszik az út. De remélem, hogy a második, hogy ennyire csúszik. Jó van, ezt itt szépen a... Jézus már, miket csinálok itt? Jól van, ezt itt szépen per park. Mi van? Ja, vezettem. Na, ezt már rég nem vezettem. Remélhetőleg a csomagtartóban nincs semmi illegális. Hát és hol állok? Nem a csomagtartónál? Nincs jól. Csúcs! Egy autó, amiben nincs semmi illegális cucc. Hol lehet egyébként eladni a fegyvereket, meg ilyeneket, valami bandáknak, vagy minek? Úristen! Ez most komoly! Ez most halál komoly! Istenem! Hát ez jó egy rész lesz, mit nem mondjak. Már most látom, egész fajról fog szólni. Na mindegy, hát akkor, ha már megyünk, akkor elviszem megjavítatni. Van egyébként, mennyien vannak a szerverünk? 203. Egyébként dél van, a dél körül, szóval szerintem nem hinném, hogy sokan lesznek. Mi van már csütörtök? Akkor mindenki munkában, meg suliban, meg ilyesmi. Atya, úr, Isten! Na most vagy a kerék véget, vagy komolyan elszoktam, vagy kurvára csúszik. Hát ez nagyon furás, küszöm. De szerintem ez a hó véget, mert ahogy így elnézem, ezek is jól nyomják itt neki. Jaj, ennyi autó van, anyám. Holnapig kikeveredünk innen, remélem. Ups, bocsi, neked nem tettem. Akkor nincs. Na, haladjunk akkor.
ez kurva jó helyen, amit nem mondjak. Kétezer! Baj, 25, 2000. 100. Egy kurva gumi. Vagy kerék, vagy mi az? 2000. Hát ezt megoldottam. Egy csodik, hova lett a kerekem? Ó, még forgatja is, vágod? Gyönyörű, szép ez az autó, imádom a Range Roverokat. Elég magas azért. Nézzük. Az igen. Egyből másnak megy. Na. Ebben a részben eljöttünk megjavítani a Range Rover-t. Juhú! Semmi konkrét nem történt. Nincs fent ember. Egyébként néztem a házakat. Azok mik azok árak egyébként, hogy 1,5 millió még ilyen? Azt most nem tudom, hogy én láttam rosszul, vagy... Baszt, kurva, hogy csúszi. Vagy kajakra annyiért mennek. Most tiszta fent van? Milyen lenne tiszta lent az autó? Nézzem. Tehát érlejt. Jó, mondjuk nem tiszta lent, de azért lejjebb, mint most van. Ez a originál. Aha, eddig lehet ültetni, mert aztán lapágos. Egyébként komoly. Legalábbis nekem tetszik így leültetve. Olyan brutálisabb formája van. Fogok csinálni szerintem ilyen autóteszteket, hogy milyen a gyorsolása, meg ilyen hülyeségek. Tehát ha 0-100, vagy mondjuk 0 végtelen, hogy ameddig felgyorsul, de mondjuk necces. Hol van olyan hely, ahol nincsen trafi, és fel lehet gyorsulni? Maximumra, amit bír a autó. Városon kívül persze, mert hát városon belül nem fogok agykorászni. És... Hol van olyan hely, ahol lehet normális áron venni házat? Nem mondjuk ilyen 1,5 millió, meg 3 millió, meg ilyenek, mert hát... Na, azért... Na, én se szarom a pénzt. Van 300 ezrem. Ja, és néztem, a GTR ilyen 600 ezer körül szerintetek reális ár, vagy azt igen túllőttem. Mert valaki árult, de nem pont ilyet. De szerintetek 600 ezer az reális, vagy nem nagyon? Szóval ezek a kérdéseim. Hol lehet normális áron házat venni? És a 600 ezer a GTR-ért reálisnak-e számít, vagy nem? Mindenkinek kellemes Mikulást kívánok, mivel 6-a van. Szép napot!
Élvezzétek ki CMTN a havat, ha már kint nincs hol, legalábbis nálunk, nem tudom, hogy nálatok. Mindenkinek szép napot kívánok, jók legyetek, találkozunk a következő videóban, ha már ebben nem nagyon csináltunk semmit. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!